Sziasztok! Itt vagyunk a Deák 17 Threshold Art című kiállításon, ahol a központban az újrahasznosítás áll, ugyanis minden kiállított mű valamilyen újrahasznosított termékből készült. Nézzük is meg, hogy mik ezek a művek. Hogyan jött az inspiráció ehhez a projekthez? Hát ehhez a projekthez az inspiráció az tulajdonképpen onnan jött, ugye mi a Jasi Kálmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum iskolából vagyunk itt, illetve kerültünk ide, és hát ott nálunk ez már évről évre hagyomány, egy úgynevezett projektnapok vannak nálunk, és itt a projektnapok keretein belül mi már foglalkoztunk ezzel az újrahasznosítással, aminek hát elég nagy sikere volt, illetve az iskolánkon belül működik egy ilyen mini galéria. Ott a mini galériában ezek a munkák már akkor ugye ki lettek állítva, és hát ugye a mostani galériának a vezetője, a Garami Gréta művészettörténész, ott tanított nálunk, és hát tulajdonképpen így kerültünk ide, tehát ő tudott erről a projektről, és szerette volna ezt itt megvalósítani egy nagyobb látványban. Jelenleg itt vagyunk a te kedvenc alkotásodnál, és el tudnál nekünk mondani, miért ez a kedvenced? Igen, nagyon-nagyon tetszik ennek a ruhának a szín összeállítása, tehát nem csak a felirat, hanem a színek is mutatják, hogy ez egy retro ruhát próbál itt reprezentálni, és nagyon tetszik, hogy ennyire szépen ki van dolgozva, tetszik, hogy egy szoknyás ruha, és hogy többféle anyag megjelenik benne. És mit gondolsz, nehéz volt ezt összeállítani? Biztos vagyok benne, én soha nem tudnék ilyet csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon durva belegondolni, hogy ezt fiatalok csinálták. Mit tudhatunk a bálnáról? Igen, a bálnát egyébként másodikos osztályos OK és diákok készítették. Ők 20 év körüli diákok, és ezt a bálnát PET palackokból, kartondobozokból, csirit segítségével ragasztották össze. Én az iskola keretein belül vagyok most itt. Alkalmanként az iskolában készítünk ilyen projektnap alkalmából különböző ilyen dolgokat. Nekünk most itt van kint egy Samu nevű sárkányunk az iskolából, amit az osztállyal készítettünk. Az én kedvenc alkotásom pedig ez a fotel, amit itt lehet látni. Ugye ez egy autó elejéből készült, és szerintem egyrészt nagyon kényelmes, másrészt pedig nagyon kreatívan van megoldva. Szerintem, hogyha lehetne, én ezt egyébként megvenném. Sajnos erre nincs lehetőség. Ez az elején, ez a lökhárító nagyon jól szolgál lábtartóként is. Ennyik voltunk. Nézzetek meg mást is a filmjátszótól. Sziasztok!